Szeretettel köszöntök minden kedves testvérünket, érdeklődőket, akik most velünk tartanak. Dániel könyvével foglalkozunk, előzőleg az első-második részről volt szó, most pedig a harmadik rész. Vegyük elő akkor a Bibliánkat, és keressük ki Dániel könyve harmadik részét. A harmadik résznek nem minden verszakát olvassuk el az idő hiánya miatt, ezért a következő igehelyeket már előre mondom, tehát olvasom a negyedik verszaktól. Negyedik. A hírnök pedig hangos szóval kihirdette, megparancsoljuk nektek különböző nyelvű népek és nemzetek, a hatodik vers, ha pedig valaki nem borul le, és nem hódol előtte, azt azon nyomban bedobják az ízó tüzes kemencébe. Nyolcadik vers, ekkor azonban káldeós férfiak álltak elő, és bevádolták a zsidókat. 12. vers. Vannak itt zsidó férfiak, Sadrak, Mésak és Abednégó, akiket Babilon városában állítottál szolgálatba. Ezek a férfiak semmibe sem vesznek téged, ó király, nem tisztelik isteneidet, és nem hódolnak az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. És akkor a 17. versig olvasom tovább. Ekkor Nabukodonozor haragra gerjedve megparancsolta, hogy vezessék elő Sadrákot, Mésákot, Abednégót, oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nabukodonozor ezt kérdezte tőlük, Sadrak, Mésak és Abednégó, igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítattam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, land, duda és mindenféle hangszer hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam, mert ha nem hódoltok, azonnyomban bedobnak benneteket az ízó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sadrak, Mésak és Abednégó így válaszolt a királynak, ó Nabukodonozor, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, ő ki tud minket szabadítani az ízó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. Itt az igében, a Dániel harmadik könyvében arról olvasunk, hogy Dániel és a három társa nem akart leborulni és imádni az emberi kezek által készített aranyálló képet, vagyis itt a bálványimádásra akarták őket kényszeríteni. A Dúra mezején állította fel ezt a nagyhatalmas képet, maga a király állítatta fel, és egybegyűjtötte a fejedelmeket, helytartókat, kormányzókat, bírákat, kincstartókat, tanácsosokat, törvénytevőket, és a tartományok minden népeinek megüzente hírnökök által, hogy amikor ő azt mondja, akkor jönni kell, le kell borulni, és imádni kell ezt az aranyálló képet.
jöjjenek és tegyék meg, olvassuk itt a harmadik versben. Az első kérdés, ami az ige olvasásakor bennem felmerült, hogy mire akar bennünket a világ összegyűjteni. Sok felé hívnak bennünket, és tulajdonképpen nekünk kell eldönteni, hogy mire adjuk magunkat, mire megyünk el. Ma is nagyon sok fiatalt hívnak mindenféle bulikra, ahol jelen van az alkohol, a drog, ahol olyan tisztátalan dolgokat művelnek, amik megrontják az életüket. Sokszor a barátok úgy erősen hatnak, hogy el kell menni. A korszellem is arra mozdítja őket, és indít sokakat, hogy hát annyi sokan vannak ott, hát egy kis szórakozásra szükség van, miért nem mehetnék el. Nem olyan régen beszéltem egy kedves fiatallal, aki azt mondta, hogy ő elég egyedül van, egyedül szokott elmenni színházba, néha moziba is, mert a barátai is vannak, akik hívők is, vagy a társai. Ha bulit rendeznek, azon ott van az alkohol, isznak, ott van a kábítószer is, hogy egy kicsit földobják magukat. Hát nem intravénásan, de beszívják, így csinálnak, úgy csinálnak. És hogy ő nem akar ebben részt venni, és így eléggé magára marad. Nagyon nagy hangon kiáltotta a hírnök, hogy mit kell tenni, hova kell menni, hogy kell leborulni, mi illik, mi nem illik. És azt is kihirdették, hogy aki nem borul le és nem imádja, az tüstént bevettetik az égő tüzes kemencébe. Vagyis, hogy a világi szórakozásnak, a bálványok imádásának ára van. Aki nem teszi, aki ellenáll, az büntetést kap, és ez az életébe is kerülhet. Bevetik a tüzes kemencébe, olvassuk a hatodik versbe. A napjainkban is átéljük az üldöztetést, különösen ugye a keresztényeket üldözik leginkább világszerte. Afrikában nagyon sok áldozata van éppen a másfajta életvitelre, kényszerítésnek, a más istenek imádásának. Kínában is nagyon sokan, akik keresztényé lettek, hátratételt, sőt vértanúságot is szenvedtek, Koreában is, és 30 milliónál több ember volt, keresztény ember, akik a világban üldöztek. Kaptam most egy híradást erről, amit időhiányban most nem részletezek, de nagyon sokan, akik a Krisztus szolgái és keresztjének el kellett hagyni az otthonokat. Voltak, akiket megöltek, sőt, arról is látunk híradásokat, hogy voltak, akiket keresztre feszítettek, templomokat rombolnak le, az Úr szolgáit, a papokat, szolgáló testvéreket likvidálnak. Azért, mert ők az egyedül élő igaz Istent, a megváltó Jézus Krisztust imádják. Mi vajon tudjuk-e vállalni a Krisztusért való üldöztetést? Fel tudjuk-e vállalni az oroszlánok vermébe taszítást a Krisztusról való bizonyságtételért? Végig gondoltuk-e azt, hogy egy nap eljöhet az életünkbe is, amikor üldöztetésnek lesznek kitéve azok, akik valóban élő hitű keresztjének. Vajon tudjuk-e vállalni az Urat? És az üldöztetések idején felkészülünk-e arra, hogy ez a nap esetleg eljön, és az élő hitünkről bizonyságot kell tenni, és azért esetleg kitaszítatunk, és
imádkozzunk el azokért, akik pedig most üldöztetés alatt vannak, és ezekben az időkben sokat szenvednek. A népek hallották a kihirdetett dolgot, hogy az aranyálló képet le kell borulni, és imádni kell minden népeknek, minden nyelvnek, minden nemzetségnek, olvassuk a 7. versben. És a tömeg az természetesen leborult és imádta, és akik szerettek volna előrébb jutni a karrierbe, azok még külön előre vonultak, hogy lássa a király is, meg lássák az emberek, hogy ők bizony ezt imádják, és hogy ebben elől járnak, és megteszik, amire kérik őket. Magunk is éltünk olyan időbe, amikor emberek megtagadták a hitüket, és nem jártak azon az úton, ami az Úr útja volt. Emlékszem ezekre az időkre. A férjem fiatal lelkész volt, és titokban a bába asszony hozta el a gyereket, hogy kereszteljék meg, mert jól lehet. A szülők azért mégis érezték, hogy talán jó lenne, hogyha a gyerek meg lenne keresztelve, de hát nem tudták fölvállalni, hogy ők jöjjenek, és ezt fölvállalják. Nem jöttek a templomba, és ha temetés volt, akkor valahogyan titokba próbálták elhívni a papot egy temetés után, hogy azért ő is mondjon áldást, és szentelje meg a sírt. Mégis ebben a hatalmas birodalomban a birodalom legnagyobb része az elhurcoltak, behódoltak, asszimilált emberek is leborultak és imádták az aranyálló képet. Testvérem, te mit és kit imádsz? A világ téged mire tud kényszeríteni? A személyes szükségleteid, a komfortzónádat, hogy teljesítsd és el ne veszítsd a komfortodat. Vajon mit teszel meg, ami a bárványok imádata? Itt megjegyezném azért azt, hogy polarizálódott itt ez a tömeg. A kisebbség és a többség. És hogy úgy tűnik, hogy a többség az a lehengerő erővel rendelkezik, és kiderül, hogy a kisebbségnél van a robbantó erő, a robbantó hatás, mert hát végül is csúfosan végződik a nagy rendezvény, mert hát a király is ugye megadja magát, és hogy nem az számít, hogy hányan vagyunk, hanem az számít, hogy az Úrban legyünk, és az Úr vezetés alatt legyünk. Jézus maga mondta, hogy szoros az a kapu, és keskeny az az út, mely az életre visz, és kevesen vannak, akik azon járnak és megtalálják. Ez a kérdés, hogy a kevesekhez tartozunk-e. Óriási megtiszteltetés a Krisztus lábnyomába járni, ehhez a kevesekhez tartozni. Itt volt azért Sidrák, Misák, Abednégó és Dániel, akik erre nem voltak hajlandók, és bevádolták őket a királynál, hogy ó, király, hát nem becsülnek téged és a te isteneidet, nem tisztelik az aranyálló kép előtt, nem borulnak le és nem imádják. Ezeknek a férfiaknak szembe kellett nézni avval, hogy őket hamis dolgokkal vádolják, és olyasmivel, ami nem igaz, hiszen a királyt szolgálták, a királyt becsülték, ő emelte őket magas szintre a tisztesség, az adott szavuk és a tudások miatt. De ezt tudni kell, hogy mindig ára van, ha nem a világgal haladunk együtt. A világ kiközösít, megvonja a jogainkat tőlünk, természetesen nem leszünk népszerűek,
És emlékszem erre az időre, amikor itthon is a hitvalló keresztény fiatalokat nem vették fel az egyetemre, azért mert hívők voltak, és nem kaptak olyan munkát, ami a képességeiknek megfelelő lett volna. Soha nem felejtem el egy nagyon kedves, igaz szívű hívő testvéremet, János bácsinak hívták, a nagyon magas képzettsége volt a világháború után, és egy irodát vezetett, megtért hívő ember volt, istenfélő, az adott szó, a becsület, a tisztesség jellemző volt rá. De aztán, amikor eljött a piroskönyves időszak, akkor neki is felajánlták, ha piroskönyvet megszerzi, akkor természetesen marad a vezető beosztásba. Ő elmondta, hogy de ő hisz, ő gyülekezetbe jár és az urat szolgálja. Azonnal elbocsájtották a munkahelyéről, és a TS-be kapott állást, hogy a családját eltartja, földmunkát végezhetett. János bácsi dalolva, örömmel, hálaadással, mindenkinek bizonyságot téve kapált, ültetett, öntözött, gyomlált, és nem zúgolódott sose. Azt mondta, hogy ez egy megtiszteltetés, hogy Jézusért hátratételt szenved. Vajon mi tudunk-e hátratételt szenvedni Krisztus Jézusért? Sok ember úgy gondolja, hogy a fizikai betegség, a szenvedés, a nem olyan nagy anyagi elismertség, hogy ez micsoda szenvedés. Az ige itt a Krisztusért való szenvedésről retanít minket, és ezt Dániel és a társai vállalták, és elmondták a királynak, hogy mi nem fogunk téged, a te aranyáló képedet imádni, nekünk van Istenünk, akit imádjunk. A 13. versben ezt olvasok szó szerint, hogy nagy haraggal és felgerjedéssel meghagyta a Nabukodonozor, hogy Sidrákot, Misákot és Abednégót hozzák a király elé. A király maga is tisztázni akarta ezekről az emberekről, akikről ő látta, hogy becsületesek, tisztességesek, hogy a birodalom javát akarja, hogy valami félreértés van biztos, és talán, ha ő maga elé hivatja őket, akkor tud hatással lenni rájuk, hogy imádják az aranyáló képet, és a 14. versben ezt mondja nekik. Szánt szándékból nem tisztelitek ki az én Istenemet, és nem imádjátok az aranyáló képet, amelyet felállítottam. És hogy megpróbálja rábeszélni őket, hogy hát nem olyan nagy dolog, leborultok, imádjátok őket, és senki akkor nem fog ellenetek kifogást emelni. De a fiatalok nagyon komoly, határozott, egyenes választ adtak, és tettek bizonyságot az ő urukról, Istenükről. Itt az Úr ezektől a fiataloktól az élő, nyilvános bizonyságtételt várta el. Igen, még itt hadd mondjam el azt, hogy nagyon érdekes az, hogy ha ezek a kedves fiúk csak úgy bibliai idézeteket mondtak volna a Nabukodonozor királynak, és hát élnek egy kis polgári életet, hogy úgy elimádkozgattak volna, akkor ilyen nagy világosság nem támadt volna az emberekben. Nem ők akartak csodákat tenni egy rendezvényt, hogy gyertek el, és hogy most ilyen csodás erők fognak működni, hanem ezt az Úr rendezte. Igen. És a szenvedések közepette rendezte az Úr, és itt látták meg, hogy itt valóban Isten újja volt,
és ő szabadította meg. Lehetne beszélni arról, hogy hogy juthatsz ki a tűzből, amiben a világ vele taszít legközelebb. Nem, a prédikátornőt nem fogom szóval. Itt még van egy pár dolog, amiről feltétlen beszélnünk kell. A lehetőséget megadja a király, és a világ mindig ad második, harmadik lehetőséget is. Ha leboruljatok és imádjátok az álló képet, amelyet én csináltam, ha pedig nem, akkor tüsténbe vetlek az égő tüzes kemencébe. És kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. Vagyis a lehetőséggel együtt a király megmondja, hogy de nem a ti isteneteket imádjátok, a világistenét, az enyimet, az aranyálló képet, amit mindenki imád. Ugye itt lehetőséget kínál a király, ahogy a világ is újra és újra lehetőséget kínál, ha tüstént megteszed, akkor nincs büntetés, nincs ítélet. És hogy ezt akarja a gonosz, hogy őt imádják, a világ képviselői is ezt akarják, és hogy megingasson az élő Istenbe vetett hitről, hogy az élő hit az valahogy megsemmisítse. És azt mondja, hogy milyen a te Istened, az nem tud megszabadítani, és nagyon sokszor megkötözött állapotban vagyunk. Ezeknek a fiataloknak a király beígérte, megkötöznek benneteket. A legerősebb férfiak fognak bedobni az égő tüzes kemencébe. A világ megkötöz a félelemmel. Féljetek és rettegjetek, meg fogtok halni, nincs senki. A ti istenetek nem fog megmenteni. És itt a világ és a világnak az ura, aki Nabukodonozor személyébe látható most, megfenyegette őket. És vannak emberek, akik féltik az életüket, félnek a fenyegetőzéstől, félnek attól, hogy rossz életük lesz. Soha nem felejtem el abba az időbe, amikor ez a lelkület olyan látható volt, az egyik lelkész azt mondta nekem, tudod, én már megszoktam a nagy gyülekezetet, a nagy fizetést, a jó életet. Én már nem akarok másképpen élni, sem evangélizálni, sem pedig imaközösségeket szervezni, mert én ezt már megszoktam, és nem tudok változtatni. Ezek a fiatalok, Sidrák, Misák, Abednégó, Dániellel együtt a királlyal szembeszálltak. Azt mondták, nekünk nem szükséges magyarázkodnunk, nem szükséges felelnünk, vitatkoznunk, mert nekünk bizonyosságunk van arról, hogy a mi Istenünk meg tud szabadítani. És ha szenvedés árán, mert ő ezt nem tenné, mert más a terve velünk, akkor szenvedés árán is, az ő róla teszünk bizonyságot, és akkor is elmondjuk, hogy ő a szabadító. Nagyon sokszor elgondolkoztam ezen, hogy az első keresztények között rengeteg mártír volt, és a mártírok vére kihullott, és családok haltak meg, és az oroszlánok széttépték őket, és hogy azt gondolták, hogy kiírt a kereszténységet, de hogy nem hiába való volt a mártíromság. Az ő helyükre százak, ezrek, tízezrek, milliók álltak, és az üldöztetések során megerősödtek a gyülekezetek, élet fakadt a szenvedések
nyomán, ahogy Krisztus is meghalt értünk a kereszten, és ha ő meg nem hal értünk, ha ő nem szenvedett volna értünk, ha nem adja az életét a halálra és a szenvedésre értünk, akkor mi sem tudtunk volna megmenekülni a kárhozatból, a gonosz hatalma alól és a bűn alól.